Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szeres Attila, a hírolvasó.com és a Luach tulajdonosa és szerkesztője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Eljött a pillanat, amikor délután majd be fog jönni az ünnep, 3 óra 44 perckor. Hát nem lesz egyszerű, mondjuk nagyon jó heti szakasz van a Toldot, Parasat HaShavua a Toldot, nagyon izgalmas lesz. Az előző heti szakaszokban olvastunk arról is, hogy hogyan jutott a zsidóság kezébe a Machpela barlang Hebron városába megvásároltuk, és nagyon érdekes, hogy a környéken volt, Izraelbe látogatott az amerikai külügyminiszter, aki most lehet, hogy még azt hiszi, hogy még sokáig ő a külügyminiszter, és ilyen világkörüli utakat tesz, és ellátogatott olyan helyekre, ahol még soha nem járt amerikai politikus, főleg nem külügyminiszter. Sőt, van egy nagyon érdekes megállapítás, illetve kijelentése neki. Azt mondja, hogy az Egyesült Államok ezúttal antiszemitának fogja tekinteni a bojkott, tőkekivonás, szankciók, a BDS nevű Izrael szembeni nemzetközi mozgalmakat, mondta Mike Pompeo, és szerintem mindenki antiszemita, aki Izrael ellen cselekszik, és ezeket a szervezeteket az amerikai kormányzat nem fogja támogatni. Na most én értettem félre, hogy Pompeo egy távozó félbe lévő külügyminiszter? Pompeo egy távozóban lévő, de még hivatalban levő külügyminiszter. És Isten segítségével az új vezetés majd nem fogja megmásítani a mostani kijelentéseit vagy ígéreteit? Nézd, Péter, a kijelentéseket nem lehet megmásítani, azokat legfeljebb csak árnyalni lehet, magyarázni lehet, más kontextusba helyezni lehet. Ez nagyon érdekes, ez a körútja. Én ezt azzal a leaddel raktam föl, hogy hetet-hét országra szóló körútat csinál még utoljára, hiszen 7 országot keres föl ezen a... A Népszava ennél sokkal szemtelenebb volt, mert az első oldalon megjelent cikkükbe, ami másról szól, hápognak a béna kacsákkal illette azt a képet, amin rajta van az amerikai külügyminiszter is. Hát azért béna kacsaságról szó sincsen. Tehát még egyszer mondom, ezek a látogatások, ezek nem tehetők semmisé, és hiába lesz kormányváltás, az amerikai kormányzatok, az ideológiai különbségek és ellentétek ellenére érdekeltek a folytonosságba. Tehát ők soha nem, tehát a következő kormányzat soha nem tesz mindent semmisé, amit az előző kormányzat tett. Amit kifejezetten hibás lépésnek tartanak, azt megpróbálják korrigálni. Nem gondolom, hogy az Izraellel kapcsolatos dolgokat, annak ellenére, hogy ők nem tették volna, meg nem hiszem, hogy vissza fogják vonni. Most Michael Pompeo-nál érdemes kiemelni, hogy olyan szimbolikus gesztusokat is tett még így utoljára Izrael számára, hogy például ellátogatott a judea-szamáriai zsidó településre is az egyikre, és egy borászatot felkeresett, ahol megkóstolta róla elnevezett bort is. Ez azért érdekes, és a Golán-fennsíkon is látogatást tett, és ez azért érdekes, mert soha amerikai kormányzati szereplő, tehát miniszter vagy bármilyen adminisztrációs felelős beosztásba levő képviselő soha nem látogatott, vitatott státuszú területekre Izraelben, mióta fennáll az ország. Sőt, mi több azt is mondta, hogy ezeket a kiváló borokat el kell látni Made in Israel címkékkel, és úgy kell a világon forgalomba hozni. Igen, ez azért fontos, amit most elmondtál, és ez a gesztus is azért fontos. Nem egyszerűen, tehát ez nem csak szimbolikus, ez egy üzenet, például egyébként az Európai Uniónak is, ahol pont ezekre a borokra és ezekre a területekre vonatkoznak azok a címkézési szabályok, amik
amik szerint megszállt területekről származó címkével kell ellátni az innen származó termékeket. Ez egy meglehetősen megbélyegző gesztus, és az Izrael részére, az Európai Unió részéről nem túl barátságos gesztus Izrael irányába. Az egyik román szakértőnk azt mondta, hogy az Európai Parlamentben randalíroznak oda betévet, oda nem való emberek, és próbálják befolyásolni a világ eseményeit. Gondolnak itt az emberek, illetve bizonyos tagállamok megrendszabályozására, de hát azelőtt Romániát, Bulgáriát szekálták, most más országokat. Lehet, hogy van egy ilyen kettős mérce az Unióban? Hát az, hogy kik kerülnek be a parlamentbe, ezzel kapcsolatban én elég cinikus, vagy mondjuk inkább, hogy pragmatikus vagyok. A világon mindenhol olyan emberek kerülnek be a parlamentbe, akik egyesek szerint nem méltók a bekerülésre. Hát ez a demokráciának a lényege, és tulajdonképpen a szépsége, hogy a parlamentbe, és az Európai Parlamentbe is bárki bekerülhet, akit a nép arra alkalmasnak talál. Tehát önmagában ezt én így nem minősíteném. Hát az, hogy szekálják az országokat, hát igen. Ugye most a jogállamisággal kapcsolatos Herce utcára gondolsz, hogy Lengyelországot és Magyarországot piszkálják azzal, hogy nem felelnek meg olyan jogállami normáknak, amik viszont tényleg nincsenek lefektetve. Tehát én direkt utána néztem. Tehát be akarnak tartatni egy játékszabályt, ami nincs leírva a játékszabályok között. Így van, tehát én szerintem teljesen jogos, hogy az Európai Unió vezető testületei számon kérik a tagországokon a vállalásaikat. De hát ahhoz, hogy számon kérjük valamit, ahhoz pontosan tudni kell, hogy mik azok a játékszabályok. Tehát itt jön be az, amit most mondtál, hogy nem arról van szó, hogy alkalmatlan vagy nem alkalmatlan, hanem arról, hogy van egy szubjektív elképzelése bizonyos képviselőknek ezekről a dolgokról, amiket aztán normaként képzelnek. Oké, de ami közös benned és bennem, hogy egy bizonyos törzshöz tartozunk. Azaz a mi saját játékszabályunkban van egy olyan, hogy pikuak nefes, azaz életmentés. Na most ilyenkor, amikor ilyen járvány van, amikor meg kell az emberek életét menteni, akkor nem a pikuak nefes, ami még fölülírja a legszigorúbb szabályokat is, akár az általad előbb említetteket, és arra kéne összpontosítani, hogy megmenteni az európai polgárokat ettől a pandémiától, ettől a járványtól, és ezekkel előjönni majd utána, és újból szépen fölépíteni? Vagy ők nem hallottak ezekről az ószövetségi játékszabályokról, hogy pikuak nefes? Hát természetesen érteni vélem az alákérdezési szándékot, de ebből én most nem megyek bele. Ez nem jó ér. Tehát erre lehet ellenérnek használni, azt is, hogy akkor miért nem fogadja el, miért vétózza meg, miért akadályozza meg, hogy segítsenek az emberi életeket. Tehát ez azt gondolom, ez nem jó ér. De hogyha már a judaizmusnak a szabályait hozott föl, az egy nagyon érdekes dolog, és nem szoktuk széles körbe terjeszteni, pedig szerintem is volt semmi szégyenni való. Én büszke vagyok rá. Hogy a judaizmusnak a hagyománya nem a demokrácia. Nem a demokrácia, mert a demokrácia az pontosan ilyen... Kicsit anarchisztikus. Ilyen nehézségekhez vezet, amikor tényleg bárki beleszólhat, és azok a bárkik időnként hát úgy, tehát ők olyan irányba befolyásolhatók, amik egyáltalán nem biztos, hogy a közösség érdekét szem előtt tartják. Hát a judaizmusnak a hagyománya az ugye a meritokrácia, az érdemek szerinti kiválasztás. Tehát például a zsidó közösségekben a vezető kiválasztás a hagyományok szerint úgy történik, hogy aki a legtöbbet tesz a közösségért, aki a legtöbbet teszi be a közösségbe, az szerez jogot a közösség vezetésére. És hát ez azért messzire vezet, hogy a demokrácia és az anarchia közötti átmenet az milyen törvényszerűségek szerint szabályozható. Na akkor most lefordítom az általad alá kérdezésnek feltett kérdést.
a szentségét. Most annak van ideje, hogy mindent megtegyenek, hogy mindenkinek legyen elég gyógyszere, hogy legyen elég megelőző gyógyszer, vakcina, és tök mindegy, hogy milyen színű emberek gyártották azt. A lényeg, hogy megbízható legyen, és be legyen vizsgálva. És utána, majd 7 év múlva, vagy nem tudom én, hisz most a költségvetésről van szó, a helyreállítási alapról van szó, az élet megmentéséről. Tehát így értettem, hogy nem kéne-e sorba tenni a dolgokat, és utána lehet vitatkozni azon, hogy jogállamiság, majd akkor, amikor le van írva, meg van határozva, mert ugye ez nem egy kasrusz, mert ott nem adnak magyarázatokat, de logikusan föl van építve. Ez az egész Európai Unió, és igazából az egész nyugati világ, hát elég furán kezeli ezt a pandémiát, ezt a járványkérdést, és hát, hogy mondjam, tehát a nyugati világban úgy tűnik, hogy teljesen normává vált az, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy zsarolást és felhasználjuk ezt a helyzetet, tehát hogy olyan kérdésekben is döntést erőszakoljunk ki, amíg békeidőben, hát olyan nehézkesen mennének, tehát ők úgy voltak vele, most azok, akik ezt a jogállami játszmát játsszák, hogy itt az alkalom, hogyha nektek fontos az élet, akkor fogadjátok el a játékot. Tehát értetted? De ez a legszemetebb dolog, amit el tudok képzelni, ha ott van egy fuldokló, és akkor azt mondom, hogy jó, de a fele királyságod, akkor az enyém, és akkor dobok egy mentőövet, vagy mi van? Hát nem tudom mennyire leegyszerűsíteni, hogy kiderüljön, hogy ez nem fair. Hát ilyen a politika, Péter. A politikában olyankor kell eredményeket. Tehát az időzítés nagyon fontos. Olyankor kell eredményeket elérni, amikor lehet. Még egyszer, ez az egész jogállamiság kérdés, ez annyira megfoghatatlan és annyira nehezen kulimászolható ügy, hogy akik ezt most erőltetik, azok pont ezt érzik megfelelő időzítésnek. Egyet értek veled, hogy ez természetesen erkölcsileg, és hogy mondjam, az emberi életek szempontjából nem helyes. Ma fél kettőkor a Kossuth Rádióban megszólal a Haljad Izrael szignálja, ami nem szorul az állami rádió arra, hogy egy ekkorka televízió, ami nagyobb, mint aminek kinéz, propagálja őket, de minek utána én vagyok a műsorvezető, szerkesztője és kitalálója a műsornak, akkor előzetesben neked elmondom, hogy érdekes riportalanyok lesznek, hisz ugyanarról fogok beszélni Szalai Bobrovszky Vince államtitkárhelyettessel, vagy a Mazsihisz elnökével. Hát ez nagyon érdekes lesz, mert arról fogom kérdezni őket, hogy az állam beleszól-e, vagy továbbra is a vallási szervezetek autonómok maradnak. Ez persze nem zárja ki, hogy a vallási szervezetek egymást szekálják, egész érdekes módon. Szerinted például a magyar zsidóság között mikor fog kitörni a béke? Vagy hát ez egy utópia? Szerintem érdemes lett volna ezt a Köves Lomót is megkérdezni, mert biztos neki is van erről valami véleménye. Hát, nagyra tisztelem őt, de ez alkalommal nem volt rá lehetőségem, hogy megkérdezzem. Tehát, hogy mikor fog kitörni a béke, így szól a kérdés. Igen, van még 32 másodpercet, hogy válaszolj erre. Hát erre ugye nem lehet ilyen röviden válaszolni. Először is ott kezdődik, hogy miért törne ki a béke. Soha nem volt béke. 3000 éve a zsidó közösségek között folyamatos vita van. Én mindig el szoktam mondani, hogy az egész zsidó népnek a fennmaradását, ez a szenvedélyes vita és magyarázásra adó és értelmezés a dolgoknak, ez jelenti a garanciáját. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta béke, amiről sokan álmodoznak, meg a zsidó összefogás, nem tudom mi, az soha nem fog eljönni. Ez egy utópia, de viszont arra nagyon jó, hogy mi hétfőn erről újra beszéljünk, a Világ Zsidó Szemmel műsorunkban, hétfőn a kora esti órákban, ami korábban már majd látható lesz a YouTube-on, hisz időbe vesszük föl, hogy mindenki a kiárási időt be tudja tartani, és időbe hazaérjen. Annyi maradt még hátra, hogy Seres Attilának békés, boldog, azaz Shabbat Shalomot kívánjak, Git Shabbes, és az egész családnak, és vigyázzatok magatokra, pontosan úgy, ahogy a Tórában elő van írva,
vannak részek a Tórában, ami külön a pandémiáról beszél, és annak betartásáról. Sabbat shalom. Sabbat shalom. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra van. Most érkezik egy általam objektívnek vélt híradó. Ha úgy érzik, hogy ez nem az, és építő jellegű véleményük van, csak nyugodtan írják meg, telefonáljanak. Meg lesz majd Pirkadat Extra is, ha minden igaz, aminek a vendége Pászkán Zsolt Románia szakértő lesz. Érdekes dolgokról beszélgettem vele, és természetesen a pénteki adások. Lesz itt heti szakasz, Pilpul, s mi szemszájnak ingere. Próbálják megtartani a zsidók a szombatot, és ha kétszer sikerül, talán a messiás is eljön, és hogyha jön a messiás, akkor lehet, hogy pandémia se lesz. Úgyhogy rajta próbálkozzunk. Shabbat shalom!